Szeretettel köszöntöm minnyájukat a ház részéről. Sajgó Szabolcs a rabszolgája ennek a gyönyörű épületnek örömmel. És akkor ennek az egészen rendkívüli kiállításnak a részleteiről, érdekességéről, csodáiról a beszélgetést majd mindjárt elindul. De hadd kérdezzem előtte, hogy tehát itt van a Magyar Kurír részéről, ott lesz majd tudósítás, kép és hang és szöveg. Aztán még van-e más is, aki úgy van jelen, hogy küldetése van, hogy erről valamiféleképpen referáljon, hogy ez népszerű. Van-e még ilyen valaki? Nincsen. Majd igen, hát a ház részéről ez megy, úgyhogy... Az Atya úgy került ide, mint ahogy a Bibliában sokan vannak a meghívottak, kevesen a választottak, erre járt és az útszéléről, úgyhogy be lett invitálva és elfogadta a meghívást. Hát akkor ezek nyomán, hogy pontosan kik és miről fognak beszélgetni, ezt Károlytól majd halljuk mindjárt. Köszönöm szépen, nekem elvileg van egy ilyenem. Nagy szeretettel köszöntök mindenkit, és nagyon örülök, hogy itt lehetek, és örülök, hogy önök is itt vannak. Szeretném bemutatni elsőre rögtön a beszélgető társakat, és azt hiszem, hogy talán a túlsó oldalról kezdem. Jácinta nővér, aki az Opus Sancti Semei Trinitatis társaságtól van köztünk jelen, és egyébként Tonga szigetéről érkezett. Nagy tisztelettel köszöntöm Fogolasi Klárát, aki ennek a kiállításnak a létrehozásában működött közre. Tomsi Semőkét, aki a Nemzeti Múzeumnak a fotótörténésze, és Fűzi Vilmát, aki a Néprajzi Múzeumnak a muzeológusa. Én azt gondolom, hogy van abban valami fajta szimbólum, hogy ez a kiállítás éppen ide került, vagy talán nem túlságosan erőltetett a részemről, hogyha ebben egyfajta szimbólumot látok. Hiszen a Párbeszéd házában vagyunk, és hogyha körülnézünk és megnézzük ezeket a képeket, akkor óhatatlanul valami fajta párbeszédbe kellene bonyolódnunk velük, ami talán nem is annyira egyszerű, hiszen a képek maguk első látásra úgy sugallják a megfejtésük kulcsaként az egzotikumot. Azt, hogy itt valami nagyon távoli, térben és időben távoli világról kapunk képet. Éppen az előbb beszélgettünk arról, hogy ez az egzotikum azért ma már egy kicsit feloldódik, hiszen az Ozone Network, vagy a National Geographic Channel-en nagyon sok hasonló világról láthatnak képet a nézők, és talán nem is annyira izgalmas számukra az, hogy itt van egy ilyen kiállítás, ahol persze fekete-fehérben és régi képeket lehet látni. Hogyha elolvassuk azt a szöveget, ami a kiállítás bevezetőjében van, akkor ott a Vasárnapi Újságnak az egyik számából van egy idézet, és a Vasárnapi Újságban az újságíró azt írja, hogy nagyon tanulságos kiállítás volt ez annak idején, amikor megrendezték a 19. század végén, ugye a Millennium idején. Miért volt tanulságos? Hogyha ezt a tanulságot ki akarjuk bontani, és egyszerűen figyelünk arra, hogy ezeknek az embereknek több mint száz évvel ezelőtt valamiért ez tanulságos volt, akkor viszont óvatatlanul párbeszédet kell kezdenünk a képekkel. A képekkel való párbeszédnek nagyon sok formája van. Az egyik lehetőség például a kép elemeknek a végigbogarászása, amikor hagyjuk, hogy egy kicsit magába szippancson a kép, és akkor elkezdjük felfedezni azokat az elemeket, mint ami például ott azon a ablakmélyedésben a jobb oldali képen van, ahol egy missziós varróiskolát látunk, ami ugye sok sajátos motívumot hordoz. Egyfelől azt, hogy a misszionáriusok és a missziók az európai, a nyugati civilizációt is vitték magukkal. Nagyon sajátos az, ahogy az ülőben szülöttek és a mögöttük álló apácák viszonya tükröződik a képen. Azt, hogy itt egy tanítási mozzanat fogalmazódik meg. De nagyon sok hasonló, apró, pici elszólás van a képeken, amikkel, hogyha párbeszédbe próbálunk kerülni, akkor valahogy megfejthetjük azt, hogy vajon miért volt fontos és tanulságos ezeknek az embereknek ez a kiállítás. És talán egy kicsit számunkra is elmozdul a kiállításnak a tanulsága az egzotikum kategóriából.
Én nem akarom túldimenzionálni a saját moderátori szerepemet, úgyhogy magamat is moderálom, és arra kérem a beszélgető társakat, hogy most próbáljuk meg egy kicsit így beszélgető viszonyba kerülni a képekkel, meg egymással is, és azt hiszem, hogy elsőként Főzi Vilmát kérem meg, hogy a kiállítás létrejöttéről és a kiállításnak a hogyan járól beszéljen egy kicsit nekünk. Nem tudom, hogy hogy lehet jobban érteni engem, ha mikrofonba beszélek, vagy... hangrögzítés, jó, akkor mindenképpen ebbe beszélek. Ez a kiállítás 1896-ban a Nemzeti Múzeumnak az épületében nyílt meg, és Ribényi Antal nevű kispesti plébánosnak volt köszönhető. Kispest egy dinamikusan feljöldő városrész volt, és kinőtték a templomukat, és úgy gondolta, hogy egy nagyobb templomot kellene építeni. Ehhez különféle állami, illetve egyházi forrásokat próbált szerezni, de hát mindez nem volt elég. Járt Rómában, ahol 1883-ban nyílt meg a Bolgiano Múzeum, ami a misszionáriusok néprajzi gyűjteményeit mutatta be. Ez akkor egy nagyon új dolognak számított ebben a formában, és neki ez a kiállítás nagyon megtetszett, és rögtön ötletet is kapott tőle. Tudnunk kell, hogy a 19. század vége tulajdonképpen a néprajztudománynak a születése, és ennek az ideje, ekkor formálódik ez a tudományág. Ilyenkor ebben az időben még többnyire együtt mozgott a természettudományok, a természettudományos gyűjtésekkel, az embertannal, az antropológiával, és ez a három így együtt mozgott. És ezeknek az időknek volt a nagy felfedezése, ez a sok egzotikus ország. Ilyenkor jutottak el ugye a gyarmatosítások révén nagyon sok olyan helyre, nagyon sok olyan országba, ahol korábban nem jártak nagy intenzitással európaiak, és Európában is ekkor kezdik megismerni igazából ezeknek a népeknek az életét, a életformáját, a tárgyaikat, a gondolkodásmódjukat, és ebben a missziók nagyon nagy szerepet játszott, mármint ennek a megismertetésében. A 19. század az a missziós tevékenységnek a feléledését jelentette. Elsősorban a gyarmati országok, az új gyarmatokra mentek nagyon sokan. Régi missziók, illetve újak is alakultak, új missziós rendek, kifejezetten ezekre a célokra. A legnagyobb feladatuknak azt tekintették, hogy az ott ezekben az országokban fölelhető szegénységet, írástudatlanságot, a rossz egészségügyi helyzetet javítsák, ezért iskolákat és kórházakat létesítettek nagy számban ezeken a területeken. Tehát ez volt az a környezet, amiben ez a missziós néprajzi gyűjtemény tulajdonképpen létrejött, és amit Ribényi Rómában látott. Az ötlete tettek, követték, és még onnan Rómából azonnal a hittani kongregációnak a segítségével levelezésbe kezdett a világ különböző tájai működő katolikus missziókkal, és tárgyakat kért tőlük egy néprajzi kiállítás számára. Nagyon gyorsan, körülbelül egy fél év alatt 6000 néprajzi tárgy érkezett Budapestre, és több száz fotó. Ezeket meg kellett vásárolni, ehhez hitelt kellett fölvenni a plébániának, tehát ez egy nagyon rizikós történet volt, és hát nem lehetett előre tudni, hogy mekkora sikere lesz, és behozza-e vajon a hozzáfűzött reményeket. Szerette volna a millenniumi kiállításra elvinni ezt az anyagot, de erre már nem volt lehetőség, így a Nemzeti Múzeumnak az épületében rendezték meg ezt a kiállítást, aminek nagyon nagy sikere volt. Ezek a nagyon izgalmas és érdekes, egzotikus országok, tárgyak és emberek akkor még nem voltak olyan könnyen elérhetők, mint ahogy az előbb hallottuk, mint manapság, és nagyon nagy érdeklődést váltottak ki. A kiállítás után ezeket a tárgyakat megpróbálta eladni Ribényi, hiszen hát pénzhez kell tűnni, ezt meg kellett venni ezeket a tárgyakat, és fölajánlotta részben a Nemzeti Múzeumnak, a Néprajzi Múzeum akkor még ennek egy osztálya volt. A múzeum igen sok tárgyat megvásárolt, több mint 3000 tárgyat megvettünk, 4000-et. Bécsben is próbált eladni tárgyakat,
A vége az lett, hogy ez az anyag bekerült a Néprajzi Múzeumba. Ennek a nagy része, tulajdonképpen a fele körülbelül Ázsiából, elsősorban Közel-Keletről és Afrikából származik. Tudni kell azt, hogy a 19. század missziós tevékenységének a Afrika volt az a terepe, ahol még új területeket lehetett találni, és itt volt a legtöbb új misszió, a legtöbb új térítést itt lehetett végül is végrehajtani, és ezért Afrikából is nagyon sok tárgy érkezett. Külön érdekessége a kiállításnak az, hogy két magyar jezsuita atya, név szerint ismerjük, hogy ők a Zambézi mentén dolgoztak, mind a ketten a kalocsai jezsuita gimnáziumnak voltak tanára, illetve igazgatója, Zimmermann István, illetve Mennyhárt László. Először Zimmermann ment Zambézibe, és ott az ottani missziót vezette, és rábeszélte kollégáját, Mennyhárt Lászlót, hogy kövesse őt, és egy pár év múlva ő is utána ment. És Mennyhárt, ő kifejezetten ilyen természettudományos érdeklődésű volt, botanikai, földrajzi, ásványtani kutatásokat végzett, és ami nagyon érdekes, és abban az időben elég szokatlan, vagy hát nem annyira elterjedt volt, meteorológiai megfigyeléseket is végzett. Egy olyan területen, ami hát nagyon nehezen megközelíthető volt, és egészen különleges dolog volt, hogy onnan ilyen adatokat lehetett kapni. Tehát az ő tudományos tevékenysége is igen, hát jelentősnek mondható. Ők ketten körülbelül 80 tárgyat küldtek ebbe az anyagba. Ez a 80 tárgy az, amiről pontosan tudjuk, hogy magyar misszionáriusoktól származnak. Mit mondhatnék még el erről? Még szerettem volna felolvasni egy rövid részt a kispesti plébániának a Historia Domuszából, ahol Ribényi méltatja ezt az anyagot. Azonnal megtalálom. Igen, van. A kultuszminiszternek ír egy levelet, és ebben ezt írja a gyűjteményről, és ezzel fogom befejezni én a mondandómat. Azt, hogy ezek a tárgyak mind népektől valók, az ide mellékelt kalauz és annak póthüzete mutatja meg. De gyűjteményünket nem csak a lelőhelyek nagy száma teszi érdekessé, hanem ezt kiválóan emelik egyes csoportok régisége, például a filippin gyűjtemény, továbbá a rendkívül gazdag sorozatok, például a kínai gyűjtemény, arab és más fegyverek, majd a paleontológiai vonatkozású csoportok, például tűzföldi gyűjtemény. Azután a tárgyakat és az azok használatát, valamint a különböző emberfaj típusait bemutató rendkívül gazdag fényképgyűjtemény, valamint végül az a körülmény, hogy az ugyanazon népektől való gyűjtemény nem pusztán egy, hanem több helyről van összegyűjtve, és így az illető kultúrák csaknem minden változatot egyesítő képen vannak bemutatva. Tehát ez volt az a kiállítás, aminek ezek a fényképek, amiket itt most látunk, a hátterét szolgáltatták, illetve hát ezekkel a tárgyakkal együtt érkeztek, és ezeket a tárgyakat egészítették ki ezek a fotók. Köszönöm szépen. Most Foglarsi Klárától szeretnék kérdezni, hiszen ő az, aki talán a legmélyebben ismeri ezt az anyagot, hiszen ő készítette a kiállítást. Hogy van-e, ugye ez egy tulajdonképpen egy egységesnek szánt, eleve kiállítási célra létrejött anyag. Mit lehet megérteni az annak idején Ribényi, illetve hát ugye Jankó János folyamat benne volt a kiállítás létrejöttében az ő koncepciójukból? Mi az anyagnak a struktúrája, mit mondott a belemélyedés során ez az anyag a muzeológus számára? Hát az az igazság, amikor én ezt a kiállítást elvállaltam és megrendeztem, akkor három alappillérre építettem, illetve az a három fő gondolat vezérelt, ami egyrészt a misszió történetre vonatkozott, a missziós életre, másrészt pontosan a Jankó kapcsán egyfajta néprajzi betekintést is látunk ezekről a népekről, akiket itt végig a fotókon követhetünk. És nem utolsó sorban van ennek egy fotótörténeti alapvető meghatározottsága, erre majd a későbbiekben egy kicsit részletesebben ki fogok térni. De a konkrétan a kérdésre válaszolva, az a nagy gondunk, és Vilma, aki a tárgyi anyaggal foglalkozott elsősorban, és most arról beszélt,
az az igazság, hogy az a dokumentáció és az a levelezés, ami ezt a kiállítást elindította, sajnos az elveszett, tehát nekünk csak egyrészt magukból, a tárgyakból és a fotóanyagból, másodszorban a megjelent nevezetesen a Vasárnapi Újságnak a cikkéből tudunk következtetni arra, hogy milyen is lehetett ez a felkérés a távoli misszionáriusokhoz. És a Jankó koncepciója pontosan itt érhető tetten, hiszen a fotókon is, ebben a szűk válogatásban is látható, hogy nagyon konkrét utasításokat adott Jankó arra vonatkozóan, hogy milyen fotókat várnak, mert ugye a tárgyaknál is volt egy részletes kitételsorozat, de ugyanígy a fotóknál is, hogy ábrázolja az adott közösségnek a főnökeit, ábrázolja azokat a katonai egységeket, amik az adott területen védelmi célokat szolgálnak. A hétköznapi életre vonatkozóan ott is pontosan meghatározta, hogy egyrészt a közösség alapvető megélhetési formáira, a közlekedés formáira, a hírközlés, a kultúra különböző vonatkozóan, tehát az öltözetekre vonatkozóan látjuk, és a további, ugye ez egy szűk válogatás, 80 képet jelent, de igazából 300 felvétel van, de ha egy kicsit tágabbra engedjük, és nem csak a legjobb képeket vesszük alapul, akkor még ennél is nagyobb számú fotóanyagról van szó. Tehát, hogy az hagyományos öltözékeket látjuk, a rituális öltözékeket és a missziók életét. Tehát ez a két nagy csoport van, hogy a missziók élete és a közösségek saját hagyományos kultúrájára és megélhetésére vonatkozó tudásanyag. És nagyon jól érzékelhető, akinek van ideje és érdeklődése ezt a Vasárnapi Újságban megjelent cikket elolvasni. Nagyon izgalmas dolgokat ír le ott a Jankó, mert arra utal, hogy bizony ezek a népek a világ különböző pontjain igen eltérő színvonalú kultúrákat képviselnek. Példaként említi a tűzföldi indiánokat, ahol még a kőkorszaki szintnek megfelelő eszközök használnak, de a kultúrák rugalmasságát és adott korszakhoz való igazodását mutatja, hogy ezt már az angolok által odavitt sörös palackokon gyakorolják ezt a hagyományos tudást, vagy például itt is látjuk azt a törzsfőnöknek a feleségét, ahol az ékszer egy misszióból, feltételezhetően misszióból származó pénzegység képviseli igazából rajta. Tehát, hogy a kultúrák is alkalmazkodnak, megőrzik bizonyos hagyományos elemeiket, de ugyanakkor mégis fejlődnek, változnak, és ezeknek a változásoknak a nyomait ragyogóan lehet ezeken a képeken leolvasni. Igazat adok a moderátorunknak, aki azt mondta, hogy bizony, ha minél több időnk van, és minél több tudásanyaggal rendelkezünk, annál több rendkívül fontos részletet látunk néprajzi antropológiai szempontból ezeken a képeken. Ha a másik két alappillért tekintjük, ami igen fontos üzeneteket tartalmaz, ugye a missziók élete, most itt vagyunk a polgárok házában, tehát nagyon aktuális ez a része és üzenete a képeknek. Hát itt is azt tudom mondani, hogy igen eltérő fotótörténeti szempontból talán kifogásolható az az őserdő közepén épülő katedrálisnak a felvétele, amin hosszasan töprengtem, hogy beválogassam, avagy sem, de egy újságkivágás rossz minősége ellenére is úgy döntöttem, hogy mindenképpen fontos üzeneteket hordoz, hiszen utal arra a rendkívül nehéz körülmény sorozatra, amivel egy misszionáriusnak az adott terepen számolnia kellett, vagy szembe kellett néznie. Tehát a missziók életére vonatkozóan is sok információt kapunk, de én tekintettel arra, hogy fotótörténészként elsősorban válogattam ezeket a képeket, szeretnék erről egy kicsit hosszabban beszélni.
ebben az időszakban, ugye a 19. század második feléről van szó, és ezek a képek 1895 és 6-ban már kiállították, tehát 1894 és 95-ben készültek ezek a képek, és nagyon neves fotográfusok, tehát világszerte ismert fotográfusok képeivel is találkozunk. Ezek közül kettőt emeltem ki, amikor a kiállítás megnyílt, és most is erre szeretnék utalni, a Bonfils, Félix Bonfils fotóira, pontosan azért, mert a korabeli időszakban nagyon neves fotográfusról van szó. Félix Bonfils Franciaországban született, és úgy került és alapított műtermet Közel-Keleten, és ő volt az, aki bejárta az adott Közel-Kelet nevezetes építményeit, épületeit, romjait, és végigfényképezte. Meg is jelentek ezek az adott időszakban és albumokban, de külön-külön is. Külön szeretném elmondani azt, hogy mi volt a jelentősége. Tehát akkor is, mikor elkezdődtek a utazások, tehát a tehetősebbek világkörüli utakra mentek, és nagyon, tehát az az erősödő polgári réteg, akinek igénye volt az, hogy különböző hosszú utakat tegyen, mindenhonnan valamit szeretett volna magával vinni, és bizony volt jelentősége annak, hogy már lehetőség volt fotográfiát vásárolni ezekben a műtermekben, mert így nem az adott köveket és az adott műemlékeket csonkították meg. Tehát ha a Bonfils hagyatékra tekintünk csak, már akkor is volt történelmi, építészeti, tehát művészeti értéke, tudományos értéke, hiszen azt is tudjuk, hogy olyan pontos és nagyon jó felvételek készültek, aminek alapján sok műemléket utána tudtak rekonstruálni. Tehát régészeti, geográfiai és sokféle szempontból tudták ezeket a képeket használni. Nem csak a turisták vásárolták, hanem még a későbbi évtizedekben is jelentős volt ez. És még a zangaki fivérekre, ciprusi görög testvérpárról volt szó, akik fotográfiákat készítettek, tehát itt ugyanezt tudom elmondani, hogy minőségileg, technikailag és tartalmukat tekintve is ezek a fotók rendkívül jelentősek, és büszkék lehetünk, hogy a Néprajzi Múzeumnak pontosan ezzel a törekvéssel és ezzel a kollekcióval ezek a fényképek a gyűjteményünket gyarapítják. Köszönöm szépen. Igen, igen. Fogarasi Klára egy nagyon fontos mozzanatot emelt ki, amit egy kicsit aztán így el is mentünk fölötte, ami egyfelől a párbeszéd miatt, meg maguk a képek miatt is nagyon fontos. Ugye ő azt mondta, hogy itt egyfelől a missziók élete, másfelől pedig a ottani közösségek élete, amikről a képek szólnak, és amikről ugye az elgondolás is szólt, hogy ezt kéne bemutatni. Nagyon izgalmas azonban, hogy mi van a kettő között, amikor találkozik, mert hogy a misszió erről szól, hogy két világot közelítünk egymáshoz. Tomsics Emőke, amikor itt körbejártuk egy kicsit a képeket, és így beszélgettünk róla, elejtett egy ilyen megjegyzést, hogy ezek tulajdonképpen turista képek. Erről egy kicsit bővebben hallhatnánk, és főleg ennek a találkozásnak, azoknak az attitűdöknek az összefüggésében, amik esetleg a képek a képkészítő oldaláról előjöttek, és amiről a képek így beszélnek. Hát Klári mondta, hogy ezek egy egységes koncepció szerint gyűjtött képek, és hát valóban nyilván Jankó koncepciója határozta meg alapvetően azt, hogy mi került bele ebbe a gyűjteménybe, amely koncepció, mármint Jankó koncepciója természetesen párhuzamban állt azzal a nemzetközi világszintű érdeklődéssel, pontosabban a nyugati világ, keleti világ iránti érdeklődésével, amit bármerre tapasztalunk. Tehát pont ezeket a témákat, ezeket a megközelítéseket várta a nyugati világ Angliában, Franciaországban, bárhol, a fotográfusoktól, utazóktól.
Egészen más viszont, hogyha azt nézzük, hogy mennyire egységesek fotográfiai szempontból ezek a képek. Na, abból a szempontból már nem egységesek. Ezek gyűjtögetett, szorgos gyűjtögető munka eredményeként összeszedett képek. Azok a felvételek, amiknek én az eredetiről nem tudok semmit, Klári talán majd mond valamit, hogy kik készítették a misszió életét bemutató felvételeket, professzionális képeknek tűnnek. Annál is inkább, mert hát a 90-es évek elején készülhettek maximum, annál nem ugye a 96-ban kiállították, tehát annál nem később, és hát az amatőr mozgalom még akkor nagyon gyerekcipőben járt. Azon a vidéken, mert pláne nem nagyon próbálkoztak ezzel, mert van olyan fotográfus, aki leírja, hogy abban a melegben fölforrt a kollódium, amit a képe, az üveglemeze kellett önteni, tehát nagyon profinak kellett lenni annak a fotográfusnak, aki kimerészkedett Afrikában fényképet csinálni. De erről Klári majd talán tud valami közelebbit. A többi kép viszont kereskedelmi céllal készült. Ugye, hát ahogy Klári is mondta, a fotográfia, ahogy az ipari világ terjedt, a fotográfia terjedt vele, a vasúttal együtt. És hát ez az az időszak, a 19. század második fele, amikor a World Grand Tour, ugye, a művelt felső középosztály arisztokrácia utazási szokása kiterjedt, és magába foglalta Palesztinát, Egyiptomot, és ez egy újfajta fotográfiai gyűjteményre jelentett igényt. Tehát ezeknek a képeknek egy része olyan céllal készült, hogy ezeknek az utazóknak emlékül szolgáljanak, de nem csak a valóságos utazóknak, hanem a fotelkalandoroknak is. Tehát azoknak, akik soha nem utaztak el sehova, viszont ezeket a képeket meg lehetett vásárolni. Ezek oda kerültek Kairóból, Beirutból Londonba, és Londonban bemenve egy optikushoz ezeket a képeket meg lehetett vásárolni. Tehát ezek egyre szélesebb körben terjedtek, ezek a felvételek. Egy másik csoportja a képeknek, és én elképzelhetőnek tartom, ha te nem cáfolsz meg, hogy ezeknek a misszióknak, a missziók életét bemutató képek, ezek úgy is keletkezhettek, hogy ugye a századnak a második felében indultak ezek a nagy úgynevezett survey típusú, tehát ilyen nagy topográfiai felmérések. Akár azért, hogy a misszióknak, a munkásoknak, vasúti munkásoknak friss vizet biztosítsanak, akár a vasúti pályák kijelölése szempontjából volt erre szükség. És hát ezeket ugye a hadsereg végezte, és hát a hadsereg tele volt profi fényképészekkel, mert ugye az már a fotográfia kezdeti időszakában kiderült, hogy az nagyon ügyes dolog, hogyha például a tüzérség számára kitűnő fényképfelvételek készülnek. Tehát a katonaság nagyon értett ehhez, és én elképzelhetőnek tartom, hogy ezek az Afrika belsejében készült profi felvételek ilyenek, annál is inkább ezek elég szikár képek, tehát látszik, hogy nem azon kívül, amit valószínűleg a missziósok elvártak attól, hogy mi jelenjen meg a képen, nem gondolom, hogy nagyon sokat hozzá akart adni a fotográfust. Ezek nagyon tényszerű felvételek. Megint nagyon izgalmas, ha megnézzük a fotográfus hozzáállása szempontjából a képeket, mert ugye a fényképeket alapvetően, hát azt mondhatjuk, hogy az, hogy egy fénykép mit mond el, azt elsősorban két dolog határozza meg. A fotográfus hozzáállása és a nézőjé. Tehát mi a fotográfus hozzáállása? Itt Klári említette az Angaki fivéreket, vagy a Bonfils családot, ez utóbbi tényleg különösen egy iszonyúan fontos család, nagyon sokáig nem lehetett róluk szinte semmit sem tudni, míg kiderült, hogy ez egy több generációs, évtizedeken keresztül Beirutban kezdte a család egyébként a fényképezést, és majd itt a női fényképek, nőket ábrázoló fényképek kapcsán még visszatérünk rá. Egészen más szemlélet, hogyha az Angaki fivérek képeit megnézzük, vagy például a Bonfils testvérekét. Előbbi sokkal inkább egy ilyen egzotikumra, romantikára hajtó, ugyanakkor nagyon statikus felvételek, szemben a Bonfils testvérekével, vagy a Bonfils családéval, amelyiken látszik, hogy tényleg igyekeztek valami realitást megfogni azokkal a képekkel, és nem csak kiszolgálni egyfajta utazói vagy pusztán érdeklődői igényt, hanem tényleg megörökíteni valamit annak a kultúrának a lényegéből. Tehát ilyen szempont, a fotográfus szempontjából, fotográfusi szemlélet szempontjából is nagyon összetettek a képek, és hát a még magának a képek keletkezésének a kora sem
az is kicsit szélesebb spektrumra tehető, mint pusztán a 90-es évek elején, mert például ott van Zanzibár császára, aki 1870-ben meghalt. Ezt én nem tudtam fejből, ennek én most utána néztem. Az a turbános úr bizony 1870-ben meghalt, és hát látszik is a képen, hogy az egy reprodukció. De ő egy nagyon fontos figura volt, ő volt az, aki a maga uralkodását a rabszolgaság, rabszolgakereskedelem megerősítésével gondolta stabillá tenni, tehát egy eléggé híres és színes figura azon a vidéken, tehát nem véletlen, hogy az ő képét beválogatták ebbe a gyűjteménybe. Na, én továbbadom akkor, és folyjon a beszélgetés. Fogarasi Klára mondta, hogy még sok mindenről lehetne beszélni fotótörténet szempontjából, úgyhogy akkor térjünk vissza egy kicsit addig erre a sok mindenre, hogy mit tartnék fontosnak elmondani fotótörténet szempontjából. És nagyon érdekelne egyébként, ami nagyon jó volt, hogy amik elmondta, ezek a nézőpontoknak a szétválasztása és a nézőpontokra való reflexió. Nem tudom, hogy erről például tud-e még valamit mondani kiegészítésképpen. Igen. Elsősorban ugye két nagy csoport a misszióknak a belső világa és a missziók életéről szóló képek a templomépítéstől a különböző karitatív tevékenységekig, és a másik csoport pedig, ahol a misszión kívüli világról kapunk információkat. Tehát mind a kettő rendkívül jelentős, pontosan azért, mert meghatározta azt az egész milliót, ahol ezek a felvételek készültek. Tehát a templomépítéstől a megélhetésig, a karitatív tevékenységtől a magától az a millió körülmény, ahol az adott misszionáriusok dolgoztak. Tehát Jankó János vasárnapi újságban megjelent leveléből tudjuk, ahol ő ezeket nagyon szépen leírja, hogy miért jelentős ez a kollekció, és ott tényleg az az érzése az embernek, hogy elsősorban ezekről a fotókról is beszél és szót ejt, mert ha végignézzük azt, most vegyük az első csoportot, a misszióknak az életét, akkor azt látjuk, hogy ezek az atyák, akik az adott közösség embereivel ott fényképezkednek. Igen, hagyományos gesztusrendszerrel és a fotográfiában megszokott módon állnak előttünk. Ugyanakkor a millió és a további felvételeket nézzük, amikor már kicsit többet látunk az adott településből, környezetből, akkor igen, megrendítő állapotokat is látunk. Tehát én azt látom, hogy ez a két fő nagy csoport nagyon szépen kiegészíti egymást, és utal arra, hogy ez az egész világ miképpen épült ott föl, és a missziók életét hogy lehet az adott terepen végigkísérni. Tulajdonképpen bármi lehet. Bújkál bennem egy kérdés. Én protestáns misszionáriusok és missziók fotóanyagát ismerem jobban, azzal foglalkoztam egy kicsit, és azokat elemezve egy nagyon sajátos funkcionalitás rajzolódik ki abban, ahogy a maguk a misszionáriusok, ahol lehet azt tudni, hogy ők készítették a képeket, használják a fotográfiát. Egyfelől nagyon fontosnak tűnik az ő fotográfusi tevékenységükben a domestikálás. Tehát az idegennek a valahogy közelítése ahhoz, ami a saját kultúrából ismert. Akár a beállítások, akár az, hogy milyen szituációkban, például karácsonyi ünnepség keretében fényképezik magukat. A másik pedig az otthonteremtés. Tehát a saját, hogy elmennek messzire, idegen környezetbe, a saját magukról készült fényképeknek a bemutatásával, vagy saját maguknak fényképezésével próbálnak egyfajta vizuális környezetet és otthont teremteni saját maguknak. Az egész anyagot ismerve, vagy hasonló anyagokat ismerve, kirajzolódik-e így a katolikus misszióknakban készült fényképekből valami hasonló funkcionalitás?
Hát mindenképpen, mert ugye, ha végigkísérjük azokat a, és itt elsősorban van egyfajta tematikai spektrum, aminek alapján ezek a képek készültek, tehát a templomépítést végigkíséri, az adott közösségeket és az atyákat, ahogy közösen látjuk egy csoportképen, vagy az adott terepen, ahol a különböző megélhetéstől a öltözetig bemutatja ezeket az adott csoportokat. Tehát ezek rendkívül fontosak, és itt tényleg a különböző helyszíneken készült felvételek ezekre törekednek is, hogy én szerintem a Jankónak, aki nagy mértékben segíthette ennek a képanyagnak a létrejöttét, és meg vagyok róla győződve, hogy adott szempontokat, hogy kiket várnak, és miket kell, hogy a fotón megörökítve megkapjanak. Tehát, hogy erre vonatkozóan volt egy kitétel sorozat, hogy mit várnak, és milyen felvételeket szeretnének látni, és ez olyan szépen végigkísérhető a fotóanyag egészén. Értem, köszönöm szépen. Igen? Hát természetes, amiket mondtál, hogy ezek megjelennek ezeken a képeken. Az első igazán jelentős fotográfusok egyike mondjuk, mert az 1850-es évek végén már ugye megjelennek Indiában, Kínában, Felice Beato, tehát ott már jelennek meg nyugat-európai fotográfusok, John Thompson, aki nagyon hosszú időt eltölt Indiában, majd szintén hosszú időt eltölt Kínában. Fényképezi a kínaiakat, az indiaiakat, aztán hazamegy Londonba, és lefényképezi a londoni szegényeket. Ez megint a másságnak egy másik formája. Tehát a másság iránti, ezeknek a képeknek az egyik fő vonása a másság megjelenése. Amely másság nem csak fényképeken jelenik meg, hát gondoljunk az utazó emberi állatkertekre. Egyébként pont 1896-ban, a millennium idején 250 darab fekete embert, négert hoztak a budapesti állatkertbe, és itt csodájára jártak a budapestiek, a szép testű, hol itt, hol ott pucér, valamely testrészük mindig pucér, írja a vasárnapi újság. Ezeknek az embereknek a csodájára jártak, de már előtte voltak itt szingalézek, vagyis Ceylonról voltak itt, jöttek Sioux indiánok, tehát rengeteg ilyenfajta utazó cirkusz közlekedett a világban, főleg egy német vállalkozó producer vezetésével. Tehát ez a fajta másság, az antropológiai iránti érdeklődés, ez nem csak a fényképeken érhető tetten, de nagyon fontos és alapvető vonása ezeknek a képeknek. Mint ahogy szintén ez a John Thompson megállapította, ő maga úgy fogalmazott, hogy mi egy magasabb civilizáció misszionáriusai vagyunk. Ő nem vallási misszionárius volt, ő civilizatorikus szempontból tekintett erre a dologra, mint fényképész. És a maga nyugati szemléletével fényképezte ezeket a keleti embereket, olyannyira, hogy kifejezetten karikírozta, mert hát ahogy ugye nyugati industrializáció terjedt keleten, terjedt vele a fotográfia is, ami például az a mohamedán világban egy nagyon fontos dolog, ha belegondolunk. De hát Japánban, Kínában szintén természetesen. És hát Thompson kifejezetten karikírozott egy, aztán Milton Millernek hívták, vagy lehet, hogy Miller Milton, aztán Milton nevű brit származású fotográfust, aki Kínában annyira alkalmazkodott az ottani környezethez, hogy átvette a kínai közönség kívánságait, és annak megfelelően fényképezte a kínai, hát akiknek erre pénze volt, persze módosabb réteget, tehát olyan világítást alkalmazott, szembefényképezte, így szépen sorban ültek a családok, és néztek bele a képbe, nem úgy, mint az európai képeken, ahol ugye tudjuk, hogy hol így, hol úgy kellemesen elhelyezkednek, és elnéznek a kamera mellett, stb. Tehát azt az igényt elégítette ki, ezt kifejezetten karikírozta Thompson. Tehát
ez is egyfajta az, hogy a fényképeken ezeket a tőlünk idegen embereket úgy ábrázolták, ahogy a nyugati képeken, az egyfajta, valóban egyfajta közelítést hoz a két civilizáció között. De ne felejtsük el, hogy itt most nem az antropológiai képekről beszélünk, mert az egy más tészta. Tehát amikor elkezd kialakulni az antropológiai fényképezés, az kialakítja a saját vizuális nyelvét, az egy tudományos vizuális nyelv, akár elfogadjuk most azokat a tudományos premisszákat, akár nem, amiket mondjuk például az Agassi képviselt ebben az ügyben, de az egy másfajta nyelv, tehát az egy más dolog. De ezek, amik útikép memorabilia céljára készült felvételek, ezek igenis azt a vizualitást hozzák, amit a nyugati ember elvárt. Akkor most Jácinta nővérhez fordulok. Itt megfogalmazódott egy nagyon fontos, talán kulcs gondolat, ami 19. század végén a keresztény missziónak egy fontos összetevője volt, ugye a krisztusi tanítás, Krisztusnak a hirdetése, az evangélium hirdetése, és a nyugati civilizáció hirdetése, ami összekapcsolódott. Akkor nagyon sokan gondolták úgy, hogy azokhoz az emberekhez, akikhez a misszionáriusok eljutnak, azoknak az embereknek először meg kell tanulni egy kicsit magasabb szinten gondolkodni, meg kell tanulni máshogy élni, meg kell tanulni a nyugati civilizációnak a vívmányaival élni, és mikután ezt elsajátították, akkor sajátíthatják el az evangéliumot, és akkor kerülhetnek közelebb Krisztushoz. Magyarán, a nyugati civilizáció azért nagyon erősen rányomta a bélyegét a keresztény misszióra. Hogyan változtatta meg ezeket a helyeket a keresztény misszió és a nyugati civilizációnak ez a házassága? Mi erről a tapasztalata? Mivel Los Angelesben nőttem föl, és ott tanulni a misszionáriusokról, akik Spanyolországból mentek, Portugáliából mentek ki a Mexikó felé, Kalifornia felé, mert a Kaliforniában nőttem föl, és látva, hogy miket akartak úgy tanítani az indiánoknak, és tényleg először a kultúra volt, vagy a civilizáció volt a cél, és utána legyen a hit. Az én tapasztalatom is lehet is látni ott a nyomokban, ott a Kalifornia felé, hogy egy pici túlzás módon mentek a civilizációnak a szintén, és annyira erőszakosan, hogy sokszor, de voltak olyan misszionáriusok, akik Jézust vitték magukkal, és tényleg sikerült egy-két indián úgy átvenni magukhoz. Az, amit tanultam ott, és amit láttam, akár a saját tapasztalatom a szigeten, mert 12 évesen költöztünk Los Angelesbe, az láttam, aki jönne és akarja azt mondani, a kultúránk jobb, azért ezt át kell venni, és akkor utána Jézus, az sokkal kevesebb sikerrel jár. Mindaz, aki jön és tanulja és látja, mert mindjárt Isten eredményei vagyunk. És nem gondolta Isten, hogy aki Európában nőtt fel, akkor sokkal jobb a kultúra ott, és majd onnan menjek ki. Pedig Palesztinából jött ki minden, ami Jézusról ilyen szinten. De a kettő keverni, és most is ez egy nagy harc, itt is Magyarországon, a kettő keverve úgy megcsinálni, nem lehet. Egyedül kell, hogy Jézus, és Jézus jött a világunkban, élni kell ebbe a világban, de Jézust kell átadni. És szerintem kell egy misszionáriusnak azt tanulnia, hogy ahova megy, ott kell élnie. Fel kell vennie azt a kultúrát, ami ott van, és utána átadja Jézus nekik, ahogyan látja, hogy lehetséges a kultúrában. Mivel Los Angelesben nőttem fel, nem az, hogy idejöttem, és akkor kezdem úgy
Los Angeles-i ilyen kultúrákkal és divattal, hogy csak így lehet úgy Jézusról tanulni, hanem inkább az, hogy megtanulni, hogy a magyarok, hogy mi az, ami fontos nekik, mi az, ami szívül, és látni, hogy mi az, ami hasonlóság van az Istennek a tulajdonságaihoz. És akkor ebből lehet azt látni, hogy tudod, azért így vagytok, mert a mi Istenünk ilyen. És akkor ennyi az a misszionáriusnak a feladata, hogy mondani nekik mindaz a jó, ami a kultúrában, ami már létezik emberileg, az Istentől kaptuk, és milyen jó az, hogyha még jobban tudjuk úgy észrevenni, és a tudatában élni. Akár keleti kultúrában, vagy nyugati kultúrával, az nem számít, hanem az, ami számít, hogy tudom, hogy honnan jöttem, és kihez megyek. És szerintem, hogyha ezt tudnánk, most, hogy körbenéztem és láttam a fényképeket, akkor én is azt láttam, hogy nincs olyan sok olyan dolog, ami a misszióval kapcsolatos lenne, de amikor leültem, és hallgatva, az mi volt a cél, hogy miért kaptuk ezeket a képeket, és tudva, hogy van egy misszionárius, ami mögötte van, akkor Jézusnak a küldetését és a felhívását teljesítették, hogy ezekben a helyekben volt egy misszionárius, aki igyekezett, akár kevésbé, vagy talán sikerrel járt, átadni az evangéliumot ezeknek az embereknek, ahol vannak ők. Jó, igen, láttam, én polinéz vagyok, és ott a sarkon van néhány kép Fidzsi-szigetről és Új-Zélandből. És a nevetem, mert tudtam, hogy a turistának a szempontjából, hogy a nők, akkor nincs semmi ott a föl, ilyen topless, ilyen képek, és nevetem, mert tudtam, hogy ez a divat, hogy ezt akarják úgy mutatni, hogy néz, hogy a nők így járnak ott. És emlékeztem arra, amikor tanultunk, a Molokai szigetre ment a San Damien. Mi az magyarul? Saint Damien. Damien? Damien. Akkor ő oda ment, és ő akarta az európai kultúrát adni neki, hogy a nőknek kell. Azért lett a Hawaii szigeten olyan hosszú ujjú, ilyen virágos és hosszú ruhák, azért, és itt is táncolják a hullát. Abból jött, mert a misszionáriusok Európában mentek, és mondták, hogy nem lehet, hogy csak úgy, de ott meleg van, és így volt, hogy azért így voltak. De tanulták a nők, hogy így kell felöltöznünk a misszionáriusok. És annyira izgatottak lettek a férfiak, mert már minden van takarva, de előtte, amikor mutattam, nem is érdekelte őket. De mivel már takarva van, mentek az misszionáriusokhoz, és mondták neki, mondjátok nekik, hogy nem kell ez, mert nagyon izgatottak vagyunk. Ilyen szinten, hogy ez nem működik, hogyha erőszakosan akarjuk az mi kultúránkat átadni. Lehet, hogy itt Európában működik az, hogy ne legyen. Lehet, hogy fordítva van, hogy látják, és akkor a férfiak másképpen viselkednek, de ott a szigeten így nőttek föl, és így volt a norma ott, ahol vannak ők. És ilyen szinten szerintem a kultúrának mindig kellett kevesebb szerepet játszania az egészben, mint az, hogy egy misszionáriusnak. Hogyha valaki másképpen más miatt megy oda az országba, és ő akar valami másról, akkor az legyen. De szerintem a kettő keverni, és főleg azokban az időkben még mindig erősebb volt az, hogy a mi európai kultúránkat átadjuk, és utána Jézus. Akkor szerintem kevesebb sikerrel jár ez a... De hálás vagyok, mert Németországból jöttek a misszionáriusok a Tonga-szigetre, és tudom, hogy azért is, mert 10% katolikus van ott a szigeten. És az, hogy én lettem katolikus, akkor csak hálás vagyok, hogy ők mentek Tonga-szigetre, hogy akkor látod, hogy van sikere. És az, hogy az is nevetséges, vagy talán jó is, hogy Európából jöttek a szigetre, és akkor onnan az Úr küldött Amerikába, és én ide jövök, én Európába, hogy olyan, mint a kör
úgy teljes lett ilyen szinten. De mindenképpen ezeket a képeket nézve hálás vagyok, hogy voltak azok, akik vállalták ezt a feladatot, ezt a küldetést, amit maga Jézus adott az ő tanítványainak, és ők részt vettek ezen, és csak egy picit, akár egy turistaból, ilyesmi, de az, hogy kérték a misszionáriusokból, és ezeket küldtek, az valamit mond nekem, az én szívemnek, hogy ott voltak, és az Úrnak a szavát, az Úrnak a tetteit tudták valamilyen módon átadni ezeknek az embereknek, hol vannak. Köszönjük szépen. Nekem van ilyen sajátom, úgyhogy én lemondok ennek az élvezetéről. Köszönöm szépen. A nővér szavait hallgatva eszembe jutott Pál apostol, akit szabadon idézve, ő ugye azt mondta, hogy zsidónak zsidóvá, görögnek göröggé, mindeneknek mindenné lettem, hogy valamiképpen megnyerjek valamelyeket. És ugye a képeken is nagyon sok esetben tapasztalható egy kicsit az ilyen, ahogy antropológiában szokás volt ebben az időszakban, a benszülötté válásnak az attitűdje, illetve tulajdonképpen ez az egészen közelmenésnek az attitűdje, illetve a távolságtartás. Vannak olyan képek, ahol nagyon izgalmas az, hogy nagyon beállított és látható a misszionárius és a missziózottak közötti kulturális öltözködésbeli, magatartásbeli különbség. Ugyanakkor vannak olyan képek, ahol keresni kell, hogy hol is van a misszionárius, mert a ruhája is már, a kinézete is már egy kicsit olyan. Tehát ezek nagyon különböző szempontok és nagyon különböző reprezentációk jelennek meg a képeken. Én most egy kalandra szeretném felhívni a kedves jelenlévőket is, és a kedves beszélgető társakat is. És ebben szólítanám meg elsőként. Beszélt arról, hogy különböző fotográfusoknak egészen különböző szemléletű munkái vannak itt jelen. Ezekre példákat tudna elmutatni nekünk, és akkor is mi lemennénk innen, és a jelenlevőket is kérem, hogy menjünk közelebb egy-egy fényképhez. Kinyomtattam a képeket magamnak, hogy emlékezzem. Hát van ez a... Hát pillanat. Egyrészt ott van Csulalongkorn király, a Sziámi király. Hol láttam? Az valahol ott azon a részen van, úgyhogy oda is. Igen. Ja, igen, hát óriási az a három kép, ugye ott van rajta a király európai ruhában, teljes otthoni díszben, és még a gyerek is teljes otthoni díszben. Ez a három, amiről szól van, és ugye? Hát nézzük meg a háttere, a stúdió berendezését, mennyire más. Ugye, teljesen, mint egy európai stúdió úgy van berendezve ezen, ahol hát a Sziámi király, ez a Csulalongkornő egyébként következő évben jött Budapestre, 1897-ben itt volt Budapesten, ő egy Oxfordban tanult, rettenetesen európaizált valaki volt, aki a gyerekeit is ott tanította, tehát ő egy nagyon európai szívnek kedves valaki volt, és hát nyilván ez a kép, ez az készült európai terjesztése, az európaiságát megmutatandó, a másik pedig az exotikumát megmutatandó, nyilván helyi terjesztése, de Európában pedig pont azért, hogy ezt a távoli kultúrát ebben a kontrasztban meg tudja mutatni. De és, ami... Bocsánat, hadd kérdezem, és a harmadik kép? Ő a gyermek. De ő nem egy kicsit átmenet, vagy a kettőnek a valami? Nem, ő szerintem ötvezete? Teljesen ugyanebben a... Uh-huh. Hát ez mondjuk az, hogy kapott egy ilyen kis pufot a lábacskája alá, ez az európai műtermeknek a sajátossága, de hát egyébként teljesen szinkronban. Én a beállításra gondoltam, tehát hogy itt ugye teljesen frontális, egy szakrális helyzetben látjuk a királyt, a szempontból, és itt pedig igen. Egy kicsit már oldalra fordítva, úgy ahogy mint ő, igen, egy kicsit európaizált. Igen, ebből a szempontból így van, valóban. Nem ez az a király, akit az Anna és a király című romantikus filmből is megismerünk? Ezt én sosem raktam így helyre, de egyébként lehet. Már... Mindenesetre ő az, aki nyitott. Igen, ő az, aki nyitott. Lehet, hogy ő az. Lehet, hogy ő az, igen. És igen. Nagyon szimbolikus, hogy ez a három kép egymásnak. Igen. Igen. Hogy a hagyományos rituális öltözete és a európai katonai öltözete. Tehát ez egy abszolút jelentőséggel bíró két porté, de a hárommal együtt meg különösen. Igen. Lehet arról tudni valamit, hogy eredetileg a képek hogy álltak, hogy voltak kiállítva? Tehát ez a három kép, aminek most mi együtt tulajdonítunk jelentőséget. Nem tudjuk, azt mondja, arról semmilyen információ nincs. Nincs erről sajnos.
Ezek lehet, hogy eredetileg képes levelezőlapok voltak egyébként, és úgy lehetett vásárolni. Nem gondolod, nem tudom, én az arányait nem tudom az eredetinek, mik az arányai, mert ez elég szabályos keretek, szabályos méretű keretekben vannak a képek, tehát lehet, hogy változott valamit, de elképzelhető, hogy ezeket. Ugye a 60-as években a vizitkártyákat lehetett gyűjteni, az évtized vége felé pedig már jött a képes levelezőlap, és az ugyanazt a célt szolgálta. És akkor a másik fajta nézőpontra a is nézünk példát. Amit én szerettem volna mutatni, az a, ezeknek a Bonfis családnak a hölgyeket ábrázoló képei, ahol itt van például, ugye, úgy emlékszem, hogy ez. A kenyérsütők. A kenyérsütők, igen. Tehát ez, ha megnézzük, hogy ez szinte már pillanatképnek tűnik, tehát, és beállított egyértelmű, mert nem tudott igazi pillanatképet csinálni a fotográfus, de annyira természetes, annyira közvetlen, és ha összehasonlítjuk ezt a képet, csak hogy kontrasztot alkossunk azzal a képpel, amit az Angaki fivérek csináltak, a vízmerítők, ami egy retet, azon nagyon látszik, hogy egy nagyon művi beállított, nagyon statikus kép. Én nem tudom most, hol van, Klári, talán te gyorsabban meg tudod mutatni nekem itt a... Ott igen. Tehát ha azt megnézzük, az szinte a képzőművészeti hagyományokra hajazóan beállított felvétel. Igen. Tehát nekem ebben a turista vonulatban ez a két nagyon kontrasztos fényképész. Klára, melyek voltak azok a képek, amik így, mikor az anyaggal foglalkozott, amik olyan legmelbevágóbb felismerést, vagy legmelbevágóbb élményt nyújtották? Az az igazság, hogy mindegyiken van valami, ami megragadja az embert, mert tényleg a pillanatfelvételek azért, mert ebben a korszakban még az igen kevés és lehetetlen volt valódi, igazi pillanatképeket készíteni, de én majd elviszem oda a kedves érdeklődőket. Mehetünk is. Mert ugyan itt is van több olyan, ami nagyon izgalmas, de az, ami igazán az én legnagyobb kedvencem, mégpedig azért, mert olyan időbeli távolságokat hidal át itt maga a korszerű technika, és az, amit ábrázol, hogy minket egészen megrendítő módon tud érni, és itt van ez a Mór énekes, aki ugye húros hangszerén játszik, ilyen bőr, állati bőr vagy textilszerű az öltözéke, tehát egészen a évszázadokig vezet vissza bennünket a kultúrtörténetben és a históriában, úgyhogy ő az én egyik kedvencem, de igazából, ha végig gondolom, nagyon sok kedvencem van, de ezt külön szeretném kiemelni, mert információ gazdag, és nagyon sok olyan reminiszenciát tartalmaz, ami nekünk szívünkhöz kedves. Nővér? Kedvenc? Igen, például amire azt mondhatjuk, hogy kedvenc, és ami nagyon megragadó volt, így elsőre végignézve. Látva a munkájukat, hogy ott a... Az melyik, melyik kép lesz? Itt van néhány, itt a Tanzánia bizonyosan. Akkor itt nincs lenne a habitusban, de szerintem ugyanazok ezek mindig is. Ezek. Hogy mennyire bent vannak az életben. A néppel kapcsolatos lennek. Én ezt tetszik, hogy a munkájukat lehet látni. Most nem hallod, igen. Itt van azért, hogy fogja, hogy számolva valamiról, valamelyikről esetleg. Azt ősztöndéket keresném, de nem. Vilma, a kedvence? Épp azt keresem, de úgy látom, hogy nincsenek kinek tűzföldiek. Hol vannak a tűzföldiek? Egészen? Talán a végén. Igen, itt vannak.
nem látom őket. Nincsenek itt, sajnos nincs ezek között, a képek között nincsenek az én kedvenceim. Ami azért nagyon izgalmas kép, mert azon nagyon kevés fotó közé tartoznak, amihez tartoznak tárgyak is. Nem, általában nem voltak párhuzamban, tehát nem ugyanonnan jöttek fotók, mint ahonnan tárgyak érkeztek, egész kevés az átfedés, és az egyik ilyen átfedés az a tűzföldi anyag, ami egy borzalmasan izgalmas történet. Tudnék, azok az emberek, akiket azokon a képeken látok, azok a törzsek ma már régóta nem léteznek, és valami egészen különlegesen, hát érdekes anyag, néprajzi anyag az, amit tőlük begyűjtöttek akkor. Most erre nem akarok kitérni, hogy a tűzföldi kultúra hogy nézett ki, de egy ilyen nagyon megrázó kép, mert rettenetesen nehéz körülmények között élő emberek voltak ott. Én nagyon primitív anyagi kultúrával rendelkeztek, és ezeken a képeken hát ez azért nagyon látszik, és sajnos nincsenek itt, most nem tudom megmutatni őket. Értem. És akkor megkérdezem a jelenlévő kedves hallgatókat, hogy számukra melyek képek voltak esetleg, amik meglepőek, vagy kedvesekké váltak, illetve hogy van-e kérdésük a beszélgető társakhoz, hogy így is beszélgetésbe elegyedjünk és párbeszédbe elegyedjünk a képekről. Hát, ha nincs. Tessék? Nem készültünk kérdésekkel. Jó, hát ha nincs, én azt hiszem, hogy egy tartalmas órát töltöttünk együtt, és nagyon köszönöm a megjelenteknek a részvételt, és a kedves beszélgető társaknak a beszélgetést. Nem tudom, hogy valakibe esetleg maradt-e téma és gondolat, amit még szeretne elmondani. Nézek itt mindenkire. Igen. Akkor adom a mikrofont is, jó? De ez tényleg csak egy. Hát, hogy szóval, ha belegondolunk, hogy tényleg a 1890-es években milyen érzelmek tolulhattak fel azokon az emberek, akik ezeket a képeket megnézték, ez egy nagyon színes skála. Mert az a zenész volt, ennek a képnek például az antropológiai néprajzi jelentőségét látta, hanem azt, hogy hát bizony ez egy ilyen szakadt nyomorúságos figura. Akárcsak itt a verébárusnál, ami, hát mit szól? Ez a pesti polgár, aki gyilkolta a verebeket, mert annyi volt öbötűnének a városhoz, hogy az azt hiszem, hogy inkább tehát ez az egész dolog, ez a másságnak, az idegenségnek, másság idegenség által kiváltott érzelem, csomag, ez rengeteg mindent tartalmaz, és hát ezek a negatív vagy legalábbis mondjuk az, hogy kellemetlen érzelmek is beletartoznak, amiket hát ez a képgyűjtemény sem mellőz nyilván. Igen, viszont ugyanakkor az egész 19. század közepétől a századfordulóig végül is a világkiállítások pont azt jelentették, hogy ezeket az egzotikus világokat behozzuk Európába, és megismerkedjünk azokkal a kultúrákkal, amik számunkra, vagy az európai ember számára ismeretlen. És egyrészt az utazások is ezért születtek, de a világkiállítások maguk is a 19. század közepétől pont ezt célozzák, hogy ezeket az exotikumokat behozzuk, Európába hozzuk, és megismertessük az embereket azzal, ami számukra ismeretlen. Egy csomó minden, amit hallottam arra, ahogyan beszéltél, az egyetértek veled, mint egy más valaki, mint európai, akkor azt látom, hogy mindig inkább keresünk a másságot,
emberek vagyunk, és be kell vallanunk, hogy a másságot keresünk azért, hogy lássuk, hogy ki a nagyobb, vagy ki a alacsonyabb rangú. És utána jön az a tudomány, hogy mi, ilyesmi. De mindig az első emberi a dolog, amit akarunk úgy kifejezni, hogy ki vagyok én, de hozzád képes. És sokszor azért is, és szoktam beszédekben is tartani az, hogy ne higgyétek el minden, amit a képeken látok, mert csomószor egy érzelmi hatás akarják úgy kihozni belőle. Az igazság még ott van, ahol van a hely, ahonnan hozták ki ezt a képet, és láttam, hogy sokszor ez így van. De a saját tapasztalatom például, én Tonga-szigeti vagyok, és nem tudják, hogy én Amerikában nőttem föl. És amikor tudják a Tonga-szigeti, és akkor egybe, akkor akarják hasonlítani, hogy akkor milyen voltak a házak ott, hogy ilyen jó, mint itt, és szoktam mondani, hogy sokkal jobb volt a házunk ott a szigeten, mint amiben lakom. Igen, hogy a másságot akarják úgy kitalálni, hogy tudják helyezni, és akkor mi a jobb, itt vagy Amerika? Mondtam, én itt lakom, ez az én otthonom, én szeretek itt lenni, máshoz nem szeretnék lenni. Akkor jobb itt, mint ott? Mondtam, nem arról van szó, ott van a családom, amikor megyek, örülök neki. De a másságot mindig sokszor az inkább hamis információt ad ki. Egy képen is egy csomó minden lehet látni, de több az, ami nem látható. Képen. Szerintem, hogyha az ember tanulnának, hogy nem mindent lehet tanulni egy országról, például, hogyha nézném ezt minden európai, a Fidzsi-szigeti, jaj, az a nők oda szaladgálnak, most már nem találnál egy olyan nőt ott. De az, aki nem tudja ezeket, akkor ez marad benne, és szerintem a határokat is korlátozva vagyunk, hogyha képekről, akár a tévében is egy csomó mindent tudunk és látjuk, és az igaznak tartjuk, de csak hogyha ott laksz, akkor fogod mondani, hogy te más többről van szó, mint az, amit látjuk, vagy hallottuk. Ez egy nagyon érdekes gondolat, mert hogy a kiállítás eleve akkor azért jött, tehát a Jankónak a koncepciója arról szólt, hogy minél egységesebb, minél átfogóbb képet adjunk egy adott kultúrára, hogy ki is emeli a Vasárnap Újság, meg Jankó is, hogy az értéke az, hogy egy sorozat átfogó képet ad a kultúráról. Ugyanakkor ma meg már föltesszük a kérdést antropológiai szempontból, hogy vajon mi a hamisítás, vagy nem a hamisítás, hanem mi a félrebeszélés, mi a rejtett üzenet, mi a maszk ezek mögött, a képek mögött, amit ugye akkor objektív képként gondoltak el, most viszont úgy gondoljuk, hogy ebben nagyon sok olyan másodlagos információ, meg olyan maszkszerű információ van, ami mögött elrejtőzik az a kultúra, amiről szól a kép, és az jelenik meg, ahogy mi láttuk annak idején a másokat, és ez a hasonlítási gondolat is nagyon, nagyon mélyen benne van. Tudunk-e valamit a kiállítás reflexióiról? Azon túl, amit a Vasárnapi Újság ír, hogy tanulságos. De hogy reflektáltak az emberek erről a kiállításra? Lehet erről tudni valamit? Vasárnapi Újság megjelent, de hogy azon túl voltak a reflexiók, arról nem tudunk. Tehát az az igazság, hogy egészen addig, amíg ez a kiállítás meg nem született, tehát ezek ott szunnyadtak a fotótár majdnem 400 ezer darabos gyűjteményében, és a korabeli reflexiókról meg aztán különösen nem tudunk. Ugye Jankó azért írta meg, hogy ezt az egész gyűjteményt meg tudják vásárolni, hogy egyáltalán valamiféle híradás legyen arról, hogy ez a kiállítás hogyan, miért, hogy született, mit láthatunk, stb. És még visszatérve az előbbi polémiára, nagyon érdekes, ugye az, ahol műtermiek a felvételek, azt azért hangsúlyoznám, hogy ez egy nagyon egységesítő törekvés volt, mert mint azok a műtermek, amelyek bárhol a világban létrejöttek, ugyanúgy európai, nyugat-európai tárgyi kultúrával rendelkező műtermek voltak, a háttereik, a szokásrendszer, ahogy ott fotográfiát rendeltek vagy készítettek róluk, és sokkal inkább a riportképszerűek azok, amik
bepillantást engednek abba a millióbe, ami ott valójában a helyszínen létezett. Tehát a műtermi képek azok ugyan számban kisebbek azokhoz képest, ami az eredeti helyszínen készült és riportképszerű, de azért mutatják azt, hogy Kínától Indiáig és a legkülönbözőbb helyszíneken azért egy egységesítő milliót teremtettek mindenhol a világban, ahol egy fotográfiai műterem működött. És hogy a kígyó a farkába harapjon így a végére, nem csak ezek a fotók tűntek el itten hosszú időre a nyilvánosság elől, hanem az a 4000 tárgy is, ami a múzeum gyűjteményében van ebből a gyűjtésből, ami egyszer egy picike kiállítás volt ebből 1996-ban, egy ilyen, mint ennek a teremnek körülbelül a harmada egy akkora területen, és azt gondolom, hogy megérdemelné egyszer azt, hogy ez komoly feldolgozással láthassuk együtt a tárgyakat a képekkel, és akkor egy picit jobban látjuk azt is, hogy valójában milyen közelítéssel mentek az emberek a téma iránt, és kicsit jobban meg is értjük. Az biztos, hogy a kornak, a szellemének ez a természettudományos szemlélet felelt meg. Tehát pontosan ugyanúgy rendszerezték, nézték és vizsgálták a más kultúrákba tartozó embereket, mint ahogy a különböző növényfajokat, állatokat és egyebeket. Tehát volt egy ilyen fajta megközelítés Muszolj ennek. Oda, és ad lesz, hogy akkor a hang minőséges. Igen. Nem tudom, hogy van-e még. Hadd mondjak annyit, hogy ugye az egész misszió történetben egy fontos időszak a 18. század második fele. Addig, amikor a jezsuiták beléptek a misszióba a 16. században, akkor nagyon erősen az inkulturáció volt a jelszó. Tehát amennyire csak lehet ott lenni, azon úgy gondolkozni, úgy öltözni, olyan szokásokkal és úgy fölkínálni az evangéliumot. Ugye ennek egy egészen kimagasló embere a Matteo Ricci, aki Kínában, hogy milyen csodákat csinált. Most ment előre a jezsuita misszió ezen a vonalon, de a 18. század közepén, második felében ott egy nagy vita alakult ki, más szerzetes rendek mást képviseltek. Azt, hogy nem az európai kultúra, a római szokások, a egységes egyházi nyelvezet, öltözet, rituálé, minden, és hogy ez a kettő nagy feszültségben volt egymással. És akkor tájt, amikor aztán a jezsuita rendet föl is oszlatta a pápa a Bourbon udvarok nyomására, akkor tájt ez az egész teljesen megfordult, és akkor ismételten a római liturgia és öltözet és minden szokás lett az uralkodó. És itt már megint egy kicsit vegyesebb, egy kicsit hasonlít, kicsit, de ez csak a Jácinta nővérnek is, ahogy ez fölismerült ugye ez a kérdés itt a beszélgetésben. Kinek adjam a mikrofont? Fotográfusok védelmére egy mondatot, hogy nővér mondta, hogy néha ami a képek mögött van, az több meg más, meg fordítva is történt azért, tehát nem feltétlenül csak negatíve változtattak a fotográfusok a képeken, vagy negatívumot hozták elő, ha nem is változtatták, de arra érzték a hangsúlyt, mert hát például az észak-amerikai indiánoknál megtörtént az, hogy azt hiszem Ronin nevű fotográfus úgy fényképezte őket olyan rettetesen romantikus pozíciókban, és olyan ruhákat adott rájuk, amiket már nem is hordtak, már az őseik se, az ő szüleik, nagyszüleik se hordtak, mert annyira ugye az eltűnő fajoknak a védelmében készítette a képeit, hogy hát egy olyan pozitív, még pozitívabb aurát kerített köréjük, mint amire szükség volt, és amit a fotográfiának ez a nagyon realista tulajdonsága megkövetelt volna, többet nem szólok. És akkor tulajdonképpen haza is érkezünk, hiszen ugyanez az attitűd megtalálható a kalotaszegi református konfirmációt fényképező fényképészek között is, amikor olyan ruhákat és úgy adnak rá a kalotaszegékre, amiket már nem igazán hordanak, olyan környezetben, ami már nincsen, de azért reprezentálnak valamit. Azzal kapcsolatban, hogy mi az, ami nem,
mi az, ami nem látható? Tehát, hogy ez egy kis mennyiség ahhoz képest, ami van. Mi annak a sorsa? Jaj, egy pillanat, most én másra gondoltam, azt hittem arról azért még ne menjünk úgy haza, hogy nem említjük meg azt, nem fogok erre a kérdésre elfelejteni válaszolni, de az, hogy itt ezeket a portrékat, vagy a helyi millióról készült felvételeket látjuk, ez egy dolog. Ugye, akit missziót járt, az pontosan tudja, hogy ezek a szép és kellemes és megörökítésre feltétlenül lehetőséget adó pillanatok. De aki missziót járt annak idején, tehát a 19. században, vagy még a 20. század elején is, pontosan tudjuk, hogy egy széles spektruma volt annak is, amit nem fényképeztek soha, tehát ami egy missziós tevékenységnek a rendkívül nehéz, megterhelő, vagy akár a misszionáriusok életét követelő oldala volt, ugye azokat itt nem látjuk, csak azokat a pozitív pillanatokat, amiket akár a 19. században, vagy akár még napjainkban is a néző szeme elbír, mert mondjuk meg őszintén, nem mehetünk úgy haza, hogy erről azért legalább szót ne ejtsünk. A kérdésre válaszolva az, hogy mi van a többi felvétellel, megtekinthetők, aki ezzel a témával fog foglalkozni, az majd valószínű, ki fog erre térni. A további felvételek ott megnézhetők a Néprajzi Múzeum fényképtárában, azok is nagyon izgalmasak, de hát nyilvánvalóan itt egy válogatást kellett tenni, és arra törekedtem, hogy egyrészt az etnikai csoportok, vagy akár az egyes sorozatok, amik valamilyen szempontból nagyon izgalmasak, érdekesek, tipikusak, vagy valamilyen olyan információt hordoznak, ami arra érdemes, azokból válogattam. Tehát szeretettel vár mindenkit a Néprajzi Múzeum fotóarchívuma. Én, és akkor most még körül, tehát azok láthatják ezeket a felvételeket, akik bejönnek, ugyanis már digitalizáltuk őket, de még nincsenek publikussá téve, mert még sok minden adatokat kell egyeztetnünk, de ez folyik a feldolgozás, úgyhogy egy idő után az interneten is megtekinthetőek lesznek. Ha nincs, akkor ezt az invitálást vehetjük tulajdonképpen végszónak is a Néprajzi Múzeum felé és a Néprajzi Társaság felé. És köszönjük szépen a lehetőséget. És köszönjük szépen a jelenlévő beszélgetőtársaknak a beszélgetést.